Kedves nézőink, szerdán kerékpáros versenyek zajlottak az Ajkai rendőrkapitányság udvarán. Most erről láthatnak egy összeállítást. Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság hirdette meg a versenyt, ami már évek óta tart. A középiskolásoknak szól a kerékpáros közbiztonsági kupa, általános iskolásoknak pedig a kerékpáros iskolai kupa, és a Ki a Mester két keréken elnevezésű verseny, aminek ma voltunk itt szemtanúi. A gyerekeknek kereszteztet kell kitölteni, és gyakorlati kerékpáros akadálypályát kell teljesíteniük. A lányok közül legjobban Albert Barbara, az Ajkai Fekete István általános iskolából teljesített, a fiók közül pedig a kerékpáros iskolai kupába Venyegei Somát hiszük, aki Devecseri járásból nevezett, illetve az Ajkai Fekete István suliból Felcsák Marcellt hiszük majd a megyei versenyre május 5-én Veszprémbe. A devecseri iskolások elődöntő után kerültek ide, és azon kívül egy ajkai iskola szerepelt. A devecseri rendőrös részéről már lebonyolítottak egy helyi válogatót, amiből három versenyzőt sikerült benevezni ide a városi fordulóra. A tesztek kitöltéséhez mit kellett tudni? A kereszteszthez ugye a kereszt szabályait kellett tudni, főként a gyalogos és kerékpáros szabályokat. A gyakorlati versenyre pedig ugye saját kerékpárra érkeztek a gyerekek, ami előnyt jelent, viszont a megyei versenyre már adott kerékpárral kell majd közlekedni és bemutatni tudásukat. A versenyzők felkészítésben részesülnek-e verseny előtt? Saját maguk képezték magukat, illetve már előző években nevezhettek a versenyre, tehát gyakorolhattak. Mi a rendőrség részéről külön képzést nem tartottunk a részükre. Milyen díjakat kapnak a jutalmazottak? Elsősorban próbáltunk olyan díjakat beszerezni, ami a kerékpározáshoz kapcsolódik, így szereztünk, illetve vásároltunk kerékpáros kerékpárzát, kerékpáros fejvédőt, láthatósági mellényt, láthatósági tornazsákat, amivel mind-mind a biztonságukat szolgáljuk. Yeah.